Az igazság, hogy nem vagyunk szomszéd térség, mint mondjuk Szatmár vagy Szabolcs, de azért mégis a magyar kultúra, a magyar gyökerek és a közös nyelv, illetve a közös történelmi múlt az együttműködésre sarkal mindannyiunkat. Én nagyon örülök, hogy Rezes Károly személyében még a háború előtti évben találkoztunk, és rájöttünk, hogy nagyon sok olyan közös dolog, projekt van, amiben tudunk egymástól tanulni, partnerségeket tudunk kialakítani, és úgy haladjunk előre. Hát a háború ez most egy kicsit átvágta a szándékainkat, de ez nem állíthat meg abban, hogy ott, ahol lehet, a háborús körülmények között is, amíg a háború van, együttműködésben gondolkodjunk. Itt a Tulipán intézmény, ami itt van Kárpátalján, annak azzal való együttműködést, azt már az előbb az igazgatóasszonnyal megbeszéltük, illetve beszéltünk itt a polgármesterekkel szakmai tapasztalatcserékről, együttműködésekről, közös egyeztetésekről, illetve az Európai Uniónak csatlakozó országa Ukrajna, tehát vannak olyan pályázatok, amelyek nem határmenti, nem beruházás, tehát nem út, vas, stb., hanem szakmai együttműködésre ösztönöz, azokat próbáljuk meg közösen pályázni, és itt a járásbeli polgármesterek igényelték, hogy akinek még nincsen testvértelepülési kapcsolata, akkor ott is kezdjünk el együtt dolgozni, hisz van olyan, akinek már nagyon jó és sok évre visszatekintő együttműködése van Hargita megyei önkormányzattal, akár Beregszászról beszélhetünk, akik Csíkszeredának a testvérvárosa, de vannak járás, kistérségek is, és ezt szeretnénk erősíteni, ehhez szeretnénk forrásokat rendelni, és arra készülünk, hogy minél hamarabb legyen vége ennek a szörnyű háborúnak, és akkor tényleg lehessen teljességében megélni a jó hangulatot, a jó együttműködést és a gazdag cselekvési tervet. Most már különböző ágazatonként fogunk online egyeztetni, és amikor tényleg tudjuk a konkrét szándékot, a konkrét elvárásokat, akkor azokat most már a ma aláírt testvérmegyei szerződés alapján, amennyiben áll rendelkezésünkre állnak otthon források, akkor azokat tudjuk biztosítani. Úgyhogy most be fog indulni egy nagy üzem, ami azt jelenti, hogy legalább havonta egyszer fogunk egyeztetni online térben, és akkor attól, annak a függvényében legyen szó iskoláról, főiskoláról, egyházról, civil szervezetről, kulturális tevékenységről, bármilyen más tevékenységről, akár azt is beszéltük, hogy a cserekereskedelem szempontjából lássuk, hogy mi van olyan nekünk, ami itt eladható, mi van itt olyan, ami nálunk eladható. Tehát nagyon széles spektrumban tudunk gondolkozni, illetve itt az előbb már egy konkrétumban meg is egyeztünk, hisz a kárpátaljai borok azok közkedveltek nálunk, és tehát mi nem vagyunk egy bortermelő megye, úgyhogy egyértelmű, hogy például a borok tekintetében, hogy az itteni borászok bemutatkozzanak a rendezvényeinken, azt lehetővé fogjuk tenni, és bízom benne, hogy nagyon sok Hargita megyei ember jó minőségi kárpátaljai bort is meg fogja kóstolni. Tehát ilyen gyakorlatias tevékenységekben látjuk ennek az együttműködésnek a széles tárát, és én bízom benne, hogy ez mindannyiunkat meg fog erősíteni. Néhány évvel ezelőtt jártam Székelyföldön, Hargita megyébe, még a háború előtt, és ott találkoztunk elnök úrral, elbeszélgettünk, és jött az ötlet, hogy mi lenne, ha a két terület együttműködési szerződést írna alá. Közben jött a háború, és ugye ez megáll, de valójában a kommunikáció az volt, és itt szeretném kihangsúlyozni, hogy elnök úr reagált a háború kitörése után néhány napra reagált először a romániai települések közül, és Beregszászra hozott humanitárius segélyt, nem is egyszer, amit meg is köszöntünk neki, és most is ezúton is megköszönök. A maga az együttműködési szerződés az elő lett már régen készítve, csak ugye most került sor az aláírásra sajnos, ez szintén a háborúnak tudható be, de ma aláírtuk, hál' Istennek. A mai találkozóra meghívtam a kistérség vezetőjét, és elnök úrnak minden kistérség bemutatkozott, elmondták a problémáit, azokat a lehetőségeket, amivel tudunk együttműködni, és én úgy gondolom, hogy ez az együttműködés sikeres lesz
több szférába gondolkodunk, ugye először arról volt szó, hogy ilyen kulturális kapcsolatokat, humanitárius dolgokat próbáljon gondolkodni tanügybe, de itt ugye felmerültek bizonyos problémák, más problémák is, ami szerintem nagyon-nagyon fontos kérdés, mégpedig az európai pályázatokba való gondolkodás, ami segítene úgy a Hargita megyének, mint a Beregszászi járásnak. Kaptunk több ígéretet, tehát itt szó van arról, hogy akkor segítenek bizonyos intézményeknek. Ma is megtörtént, hogy hoztak egy klassz kis csomagot a Tulipán tanodának. Tehát itt ugye gyerekek neveléséről van szó, identitás megőrzésről, de szó van arról is, hogy a tanárokkal majd kiépítünk egy kapcsolatot, ami azt jelenti, hogy a mi tanáraink mennének oda tapasztalatcserére, ők ide. Én úgy gondolom, hogy sikeres lesz ez a munka. Én bízom benne, hogy megtaláljuk még azokat a dolgokat is, ami kifejezetten a gazdasági kérdésekben, akár kereskedelem, akár cserekereskedelem lehetséges, mert ugye Hargita megye viszonylag egy gazdag megye, Kárpátaljának pedig megvannak a maga sajátosságai. Ugye itt szó van arról is, hogy akár a borászokat összehozzuk, nálunk ugye vannak borászok, hát meglátjuk. Tehát ez még mind a jövő kérdése, én úgy gondolom, hogy aktívan fogunk dolgozni, és akkor lesz ennek az egésznek eredménye.